Ez egy nagy konyha, úgy vesszük, egy kis folyosó, fürdőszoba, és akkor ott van egy nagy szoba. A településen a lakosság létszáma már 500 fő alá csökkent, ez több okból is probléma. Ennek ellensúlyozására lehet megoldás a szociális lakások kialakítása, ezzel segítve a kisgyermekes családok helyben maradását, letelepedését. A bérleti díjat méltányosan állapította meg az önkormányzat képviselőtestülete. Az igény az is mutatja ezekre a lakásokra, hogy jelenleg 4 család várja, hogy beköltözzön, de pillanatnyilag csak 3 családnak van erre lehetősége. 5 évvel ezelőtt vásároltunk egy lerobbant lakóházat, kimondottan azzal a céllal, hogy felújítjuk. Úgy is álltunk neki, ez egy 3 szoba konyhás ház volt, fürdőszoba nélkül, de úgy alakítottuk ezt a dolgot, hogy 2x 1 szoba konyha, fürdőszoba, WC, és akkor ebbe a házba 2 lakrészt tudtunk kialakítani. Az egyik rész az már elkészült, ott most már 2 évig lakott egy család, ilyen fiatalok, kisgyerekekkel. Izményben az iskola már régen nem működik, viszont az óvodát szeretné fenntartani az önkormányzat, annak érdekében, hogy a kicsi gyerekeknek ne kelljen utazniuk másik településre. Jelenleg 15 fő az óvodai létszám, de a családok beköltözése után ez 18 főre emelkedik. A településen heti 2 alkalommal rendel az orvos, van védőnő, bolt, mozgóposta és egy presszó. Az iskolánknak a régi szolgálati lakása, ami anno orvosi rendelővé lett alakítva, azt most visszaalakítottuk lakóépületté, és oda is egy 5-tagú család várakozik most, úgyhogy az talán jövő héten vagy 1-2 héten belül be fog költözni. És ez az ingatlan, amit az előbb mondtam, hogy vettünk, annak a hátsó részét is most alakítjuk, most a fürdőszobát csempézzük, és hogyha ez is elkészül, oda is vár egy másik család. A kialakításra kerülő lakások nem nagy méretűek, de több évig biztosítanak átmeneti otthont a családoknak. Munkalehetőséget néhány helyi vállalkozónál, valamint a mezőgazdaságban és a település 15 kilométeres körzetében működő üzemekben találnak az itt élők. Az önkormányzat célja a fiatalabb generáció megtartása és az ehhez megfelelő életkörülmények biztosítása. Kelemen Ferenc polgármester vázolta a jövőbeli terveiket, legfontosabb feladatnak egy szilárd burkolatú út megépítését tartja a Parhant felé, annak érdekében, hogy a település ne legyen zsákfalu.